Mint arról televíziónk is beszámolt, szerdán rendkívüli jogrendet hirdetett a magyar kormány a koronavírus európai terjedése miatt. A rendelet értelmében többek között betiltják a nagyobb rendezvények lebonyolítását, így a 100 főnél nagyobb beltéri és az 500 főnél nagyobb kültéri programok elmaradnak Pécsen is. A zsolnai örökségkezelő folyamatosan tájékoztatja az érdeklődőket a szervezett eseményekkel kapcsolatban. Az már biztos, hogy a cég valamennyi helyszínén tervezett rendezvényeket nem tartják meg. A zsök lehetőséget biztosít arra is, hogy a már korábban megváltott jegyeket visszaválthassák a látogatók. Ezen kívül persze vannak olyan kisebb rendezvények, illetve állandó látnivalók, amik nem esnek az intézkedés hatálya alá. Ilyenek például a zsolnai negyed kiállításai, a világörökségi helyszínek, vagy az olyan állandó látnivalók, mint mondjuk a zsolnai mauzóleum. Ezek látogathatók továbbra is. A kormányrendelet vonatkozik még a szórakozó helyekre, mozikra és a színházakra is, függetlenül a nézők számától. A Pécsi Nemzeti Színházban is elmaradnak az előadások. A teátrum munkatársai folyamatosan egyessével hívják fel nézőiket, hogy tájékoztassák az eseményekről. A miniszterelnökséget vezető miniszter az egyetemek bezárását is kihirdette szerdán. Gulyás Gergely elmondta, csütörtöktől, de legkésőbb hétfőtől távoktatás lesz a felsőoktatási intézményekben. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája pedig csütörtökön jelentette be, hogy péntekig, azaz március 13-áig minden magyar hallgatónak el kell hagynia az egyetemi kollégiumokat. A pécsi diákotthonok lakói nem örülnek az intézkedésnek. Szerintem egyáltalán nem, bár megértem, hogy miért. Mert ugye a külföldi diákok itt maradnak, elvileg nincs bejelentett fertőzött még itt Pécsen. Véleményem szerint nem, mert én dolgozok mellette, és nehéz lesz úgy bejárnom a munkahelyre, hogy kiköltöztetnek a koliból, ugye mert mellette még egyetemista is vagyok. Amennyiben a hallgatók hazaköltözése, lakhatása nem megoldott, úgy rektori méltányossággal engedélyezhetik a kollégiumban maradást. A külföldi hallgatók diákotthonokban való tartózkodása továbbra is megengedett.